75 ezer embert vesz fel az Amazon az Egyesült Államokban, így próbálva megfelelni az otthonragadt amerikaiak megnövekedett online rendelési kedvének. Az óriás cég nem kis feladat előtt áll, hiszen az elmúlt hetekben több raktárában is megjelent az új koronavírus, és több tüntetést is szerveztek ellene. Az Amazon azt mondja, mostantól amerikai és európai raktáraiban rendszeressé teszi alkalmazottai hőmérsékletének mérését, és szájmaszkokat biztosít nekik. Az Amazon már korábban meghirdetett 100 ezer új munkahelyet, a vállalat szerint azokat már betöltötték a mostani 75 ezer ezen felüli toborzás.